Tisztelt ünneplő közösség! Régen, nagyon régen volt, mikor az írók még megszólították Szent Karácsony napján az olvasóikat. Inkább csak úgy magukban mormolták el a szívnek, a léleknek kedves igéket. Édes kicsi Jézus formálgatta 1926-ban ezt szavakat az ezüsthajú író Móra Ferenc. Édes kicsi Jézus, aki tapsikolva kérdezgeted az angyalfiókákat, behintették-e már gyöngymorzsával a tejutat, amelyiken az égi mezőkről letipegsz a földre. Drága kicsi Jézus, szabad-e havas fejjel és hamus szívvel elejbed borulni, és kisinget szélét megcsókolva arra kérni, várj még. Mielőtt betündöklenéd egy éjszakára ezt a szomorú, süket és sötét földkerekét. Édes kicsi Jézus, talán te vagy az utolsó gyermek Isten teremtett világán, aki hiszel még abban, hogy születésed napja dicsőség mennyben az Istennek, és békesség földön az embernek. Tudod-e, hogy ahová készülsz, nem szelíd róna a legelgető bárányokkal? Hol fogsz itt Betlehemre találni, édes kicsi Jézus, akit az örökké való szeretetnek neveznek az írások? Rongyos istáló, hiszen csak találtatik még a földi tereken, de hol vennéd az embereket, akik tiszta szívvel ereszkednek téldre a jászol előtt, ahol a világ világossága mosolyog? Hol vannak a három királyok, akik koronájukat a maguk jó szántából leveszik a fejükről, és öletbe teszik játékszernek, és hol vannak a vének és írástudók, akik álmélkodva vallják, hogy bolondság mindenő bölcsességük, és csak az, az üdvözítő bölcsesség, amit te, csöpp, szád, gyügügyök, szeretet, irgalom, békesség. Keserű szavak, de sajnos nagyon illenek mai világunkra is. Édes kicsi Jézus, ízlelgessük tovább e három, csak egymáshoz illeszthető szót, forrasszuk őket egyetlen fogalommá, egészen addig, míg a szeretet szülte, szeretet hallatszik ki belőle. Az a legkottázhatatlan dallam, melyet csak akkor hallunk meg, ha minden zajforrást elzártunk, amikor végre meglátjuk valódi önmagunkat, s megértjük végre, teremtmények vagyunk, valahányan. A szegény is, a gazdag is, a jó és a rossz is. Édes kicsi Jézus, kérlek, figyelj ránk hajdudorogiakra. Nálunk megtalálod a jóságot és a szelídséget. A szívekbe bekukucskálva meleg fészekre lesz. Sok olyan szívet találsz, amelyből a te gödrös rózsás szerető orcád integet neki, nem tudunk mást, és nem akarunk egyebet, csak szeretni. Édes kicsi Jézus, ugyan nem érdemel meg téged ez a mi világunk, mégis nyittasd ki angyalpajtásaiddal az egek aranykapuját, és lebegjetek le ezeken a napokon, e földi mezőkre. A ma gyermekeiért, a holnap embereiért, szállj le az idén is a földre, megsimogatni bennünket, és a magad lelkét belénk lelkezni, édes kicsi Jézus. Az embervilág képes lesz megjavulni, nem kicsit, hanem egészen. S ha hiszünk, ha képesek vagyunk hinni, elérkezik hozzánk a remény angyal szárny suhogása, és elmozsikálja azt a kulcsszót, azt az egyetlen szót, amit folyamatosan kellene sugároznunk és éreznünk, a szeretetet. Édes kicsi Jézus, köszönjük örök ajándékodat, eleven személyed. Kedves jelenlévők, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a szent várakozási időben. Csige Tamás, hajdudorogváros polgármestere a mai estére egy olyan szemét kért fel a gyertyagyújtásra, aki ember szeretne lenni mindig és mindenütt, önzetlenül szolgálni a hajdudorogiakat, utat mutatni s áldássá lenni. Értékteremtő munkájával pedig városunk fejlődését biztosítani. Kerékgyártó Imre, a hajdudorogi görögkatolikus egyházközség világi elnökeként hat a társadalomra, s most beszédével buzdít a szépre, az igazságosságra, a megbocsátásra, a türelemre és a szeretetre. Tudom, hogy a szó csak a tettel együtt igaz.
Kerékgyártó Imre életvezetése a legmagasabb erkölcsi, etikai, lelkiismereti normák szerint történik. Az emberi megbízhatóság és felelősségtudat legmagasabb fokával találkozhatunk nála. Hölgyeim és uraim, tisztelettel szólítom Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető urat, hogy ajándékozzon meg bennünket ünnepi gondolataival, majd gyújtsa meg az adventi koszorú harmadik szárgyertáját. Tisztelt egybegyűltek, kedves hajdudorogiak! Ünnepre készülünk, karácsony ünnepére. Az adventi koszorún hétről hétre meggyújtott gyertyaszálak egyre növekvő fénye is jelképezi, hogy Isten eljövetelére készülünk, aki az emberiség sötétségét beragyogó fényként jelent meg a Földön. Nagyon megtisztelő feladat számomra, hogy ebben szerepet vállalhatok, és meggyújthatom a harmadik szál gyertyát. Egyházunk évezredes hagyománya a karácsonyi előkészület idejét a húsvéti böjtös hasonlóan 40 napban határozta meg. Jó lehetőség ez arra, hogy környezetünket és magunkat is ünnepi díszbe öltöztessük. Vas Albert így ír erről. Megtanultam tisztelni az ünnepet, az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap, és arra való, hogy hétköznapi mi voltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az embert. Tiszta ünnepi ruhába és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, fölemelkedve a hétköznapokon és apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött, ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az ember saját képére teremtette. Igen, Isten az ember saját képére és jónak teremtette. Isten erényeket kaptunk ajándékba, amik közelebb vihetnek a karácsony titkának a megértéséhez. Mert nagy titok ez. Az Isten fia emberré lett. De mik is azok az isteni erények? Az első erény a hit. Krisztus születése adventi kor volt. Az advent szó jelentése az Úr eljövetele. Mindenki a megváltó eljövetelét várta, a békességet hozó hatalmas Istent. Sokan azonban nem hitték, hogy a megváltó nem a hatalmasok közül fog kikerülni. Nem a királyi palotában, hanem rongyos istállóban, hideg jászolban fog a világra jönni. A hit dolgában kételkedésre nevelkedett nemzetünk is hajlamos megkérdőjelezni ezt az igazságot. Sokszor az anyagi javakat és az emberi tudást bálványozzák. De akkor is volt, aki elhitte. Mária, pásztorok és a napkeleti bölcsek mind elhitték. Ez a karácsonyi ünnep tanítása. Manapság is tudnunk kell hinni. Hinni azt, hogy szívünkbe, családunkba, városunkba is megszülethet a kis Jézuska, ha helyet készítünk neki. Alázatos szívvel, elfogadva Isten akaratát, mint Mária. Mert boldogok, akik hinni tudnak, és befogadják Máriát, Józsefet és a kis Jézust. De ezt a misztériumot csak átélni lehet, alig ha magyarázni. Erre adnak jó lehetőséget a templomunkban végzett karácsonyi szertartások, a betlehemezés, és december 24-én délután 3 órakor a templomkertből induló szálláskeresés hagyománya is, melyre ezúton hívok minden kedves jelenlévőt. A második isteni erény a remény. Már az első karácsonyon az angyalok mellett jelen van Heródes is. Rá kevésbé figyelünk a karácsony ünnepre készülődve. Szeretnénk, ha kimaradna végre karácsony történetéből, hogy semmi se zavarhassa meg a szépen feldíszített, kivilágított karácsonyunkat. De sajnos jelen van napjainkban is. Ősi bölcsesség szerint
ahol fény van, ott árnyék is. Ő az, aki ki akarja itatni Jézust a karácsonyunkból, mert arra vágyik, hogy csak őt imádjuk. Azonban tudjuk, hogy tervét nem tudta sikerre vinni, mert az angyal szavára engedelmeskedő József megvédi a kis Jézust. Ránk is ez a feladat hárul, megvédeni a karácsonyunkat a modernkori heródesektől. És van, akire számíthatunk ebben a küzdelemben. Bátran remélhetünk. A harmadik erény a szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Olvashatjuk János evangéliumába. Vannak, akik számadást tartanak, hogy mibe került nekik ez a karácsony. Statisztikusok méregetik, hogy a boltok forgalmán mennyire érezhető a karácsony ünnepi készület. Ilyenkor mi is otthonainkat feldíszítjük, karácsonyfát állítunk, és igyekszünk ajándékokkal kedveskedni szeretteinknek. De mi ez ahhoz az ajándékhoz képest, amivel Isten kedveskedett nekünk? Mekkora boldogság, mikor gyermek születik egy családba. De hogy adnánk oda bárkinek, még a fényképét is féltve őrizzük. De akkor miért tehette ezt Isten? A válasz ott van egy karácsony énekünkben. Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. És ez egyben karácsonyi örömünk oka is. Isten velünk van, és nem ellenünk. Mert a szeretet nem keresi a maga javát, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, és a szeretet soha el nem múlik. Így van ez ma is, 2000 év után. Steve Jobs, amerikai üzletember, az Apple egykori elnöke egyik beszédében ezt mondta. Isten adta képességünk érezni mindenki szívében a szeretetet, nem pedig a vagyon által előidézett illúziókat. Hát érezzük meg embertársaink szeretetét, és bátran gyakoroljuk a szeretet cselekedeteit, hogy mások is megérezhessék. Ezt nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján. Végezetül kívánom minden kedves Hajdu Doroginak, hogy hittel, reménnyel és szeretettel gazdag karácsony ünnepe legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kicsi és nagy számokat szépen összeadni, a zene nyelvén megszólalni. Tanulok a szülőktől szót fogadni. Tanulok már Jézustól hittel imádkozni, Istennek és embereknek örömet okozni. A gyermeki szív a következő kérdésekkel szól a karácsonyi Jézushoz. Jézus, te is születtél.
Milyen gyermek lehettél? Verekedni szerettél? Hát mosdani? Vagy jobb voltál minden többi gyermeknél? Hát zöld egrest ettél-e? Egészséges vesztére? Fáról sokszor estéle? Kék foltokkal vajon hányszor értél haza estére? Panasz is volt néha rád? Ne szomorítson a vád! Ha elszakadt a ruhád, vagy valamit összetörtél, kiporolt-e jó anyád? Ó, te égi tiszta fény! Követni mernélek én, szakadékok peremén. Ha tudnám, te is így kezdted, gyermekként, akárcsak én. Kedves közönség, a következő percekben gyermeki tisztasággal áthatott, meghitt karácsonyi hangulatot varázsolnak nekünk a hajdudorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei ágazatának tanárai és tanulói Fácán Gabriella tanárnő vezetésével. Közreműködnek zongorán Holbáni Imre Katalin tanárnő, gitáron Kozma Csenge, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, valamint trombitán Bóc István, a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár Debrecen helyőrségi zenekarának tagja, a Móra Iskola volt tanára. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel!
Tisztelt ünneplő közösség! A karácsonyi szeretethimnusz gondolati egységeivel szólítom meg Önöket, s hívom nagy szeretettel december 6-án 16 órára ide a főtérre Önöket. Az adventi koszorú negyedik szál gyertyáját meggyújtja Jeles Erzsébet, a Mészáros Károly városi könyvtár igazgatója. A rendezvényen közreműködnek a Szent Bazil görögkatolikus óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és kollégium diákjai Verez Zoltán tanulmányvégzett paptövendék vezetésével. Előadásukban betlehemes játék lesz látható. Karácsonyi szeretethimnusz részlet. Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepet veszek észre, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. A mórás szakács angyalkák szeretet ajándéka a mai estére az ínyence kedvence sütemény, és hozzá a finom meleg tea. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket. Találkozunk jövő héten is. Thank you.
Köszönöm.